kell, mert nem én vagyok a fotós. Próbálok mindig egy kicsit egy lépéseket előtte, én hogyan gondolok, természetesen nem muszáj. Jó, kerüljön minden azonossal sötét, jó? Hogy legyenek egy kicsit a szűkképek változatosabban, jó? Ott lesz háttér? Jó. Az jó egyébként, nem is lehet. Csak nem hallod, mikor jön. Mikor jut el? A térképen már úgy szerepel, hogy rom. Igen. Igen? Igen. Most egy hete néztem, mondom. Az is. Isten. Az akkor kié? Egyébként az axiális talán. Igen. Oda tenni növényeket és azzal kiemelni ezeket, jó? Tehát a sötéttel kiemelni azt, hogy ez világos. Jó. Oké? Okay? Jó. Ez volna a fő csapás irány. És jó, hát kíváncsi vagyok, hogy utána úgymond melyiket akarod majd megoldani nagyban. Persze, hogy változat. Az utolsó pillanatokban kellene elrajzolni. És örülök is neki, mert de várj. A súlypontozáson kellene végig gondolni. Az, hogy hogyan súlypontozzuk, ugye? Hogy az a fehér, az ott nagyon erőteljes. Kell-e nekünk ennek is ugyanolyan erőteljesnek lennie? Tehát én csak kérdést teszem. Én csak kérdést teszem föl. A te fogod megválaszolni, megadni a választ. Igen, én azt állapítottam meg, hogy túl sok minden van. Nem baj az, mert itt ezeket a dolgokat egy kicsit el lehet újtatni, ugye, mert az háttérbe kerül. Itt van az előtér, ugye, és az egy ilyen középtérbes, az így ugye az a háttér. Én mindenképpen... Hello! Itt van. Én mindenképpen azt kérném, hogyha lehet egy padot is lefélelni valamelyik irányból. Az azért lenne jó, mert az is adna egy ilyen perspektívát az egészre. Próbálj meg minél több szürkét kihozni belőle. Jó, látom, hogy ez a préselt ember. Csak van nem préselt, nem azzal. Ez préselt, azért ilyen erős, igen. Van nekem. Próbálj meg egy kicsit még visszatörölgetni, finomítani rajta. Vastagabb az, igen. Azt próbálj meg, igen. Na, Ági, figyelj, itt is egy kicsit tudod, hogy puhítsunk rajta, jó? Uh-huh. Ilyen festői legyen az egész, színnél az a lényeg. Jó? És a háttérben kellene beledolgozni. És... Tehát mindenképpen. És itt is egy kicsit a növényeket, de látom azokat, ezek ne legyenek olyan hangsúlyosak. Maradjon a hangsúly itt ezen a kemencén, jó? Okay. Így. És akkor így emögé is picit ebbe belerajzolok, most csak, hogy ennek van ugye egy középpontja a háznak. Uh-huh. Ugye, és van egy oldalél, ez az oldalél, ugye, mert ebből az oldalából látsz egy kicsit, nem sokat, de látsz egy picit, és ez az oldalél, ami hozzá van egy közeleg van, és ez az oldalélhez ugye megy egy perspektívában az egész. És akkor a tetőnek pedig ilyesmit szerkezett. Ez is szép. Ugye mögé meg természetesen teszem majd kicsit növénykéket. És ezzel el is bújtassuk itt mindent. Nem oda való. És a pad legyen hangsúlyos? Azt eldöntötte? Még alszanak egyébként a jetskisek. Ez egy zátony a Dunán. És... Na, kicsit visszakezdjük. Fogjuk.
Ahogy bírjuk. És hoztatok magatok ebédet? Nem, majd elmegyünk valamit befalunk. Erre készülünk egész évben, hogy végre legyen egy kicsi plenár, ugye? De egész jó sok plenárt nem fogunk az időn. Szerencsénk volt az időjárás. Ha kész lesz a videó, átküldöm a Sipos Lóránnak, és akkor, ha ő jóvá hagyja, akkor majd azt hiszem, hogy tovább küldi. Köszönjük szépen. Kérem? Mind saját, igen. Mi, hol találjuk meg? A nevem nyilvános, minden Pálmai József. Na, hát ezt én szoktam nézni. Na, hát mi ki nem derül. Én is. Kérdezhetem, hogy... Borsódi Ágota vagyok. Milyen? Borsódi. Igen. Jáborita. Mert a nevek, a névmemóriám jó, arcmemóriám nem. Én ezt mindig, most is, tegnap is ezt néztem. Árulja már el nekem, hogy hogyan lehet így beletrapálni, hogy vannak ilyen sztereotíp, ilyen, hogy rá lehet húzni minden emberre, tehát úgy lehet beszélni, hogy magát, hogy fölismered magad.